Tart a rendelési idő Kótajban, a betegek itt sem fizetnek az ellátásért, mert a társadalombiztosítás fedezi a költségeket. 2007 óta a kórházak és az orvosi rendelők is összeköttetésben állnak az országos egészségbiztosítási pénztárral, így a tajszám alapján látják, hogy ki fizet vagy ki nem fizet rendszeresen az egészségügyi szolgáltatásért. Csak júliusban több mint 500 000 embernek volt rendezetlen az egészségbiztosítási jogviszonya, ezt a rendszer piros betűvel tünteti fel, a statisztikák szerint minden 20. magyarnak van TB tartozása. Ugyanúgy meg kell, hogy kapja a páciens a megfelelő egészségügyi ellátást, viszont nyomtatunk ki egy értesítőpapírt, amire ráírjuk az adatait, és ezzel be kell mennie az egészségbiztosítási pénztárhoz, hogy a jogviszonyát rendezze. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege ez év elejétől 7050 forint havonta, tájékoztatta televíziónkat a NAV sajtóreferense. Magyar Norbert kiemelte, ennyit kell például azoknak fizetni, akiknek megszűnik a munkaviszonyuk, ám fontos, hogy az érintettek 45 napig még támogatottak, így csak a 46. naptól kell maguk után járulékot fizetni. Ide esnek egyébként a diákok is, akiknek megszűnik a tanulói jogviszonyuk, hogyha álláskeresési járadékot nem kérnek, és nem sikerül a 46. napon munkába állniuk, akkor saját maguk után kell ezt a járulékot megfizetni. Abban az esetben, hogyha az érintettek nem fizetik meg ezt a járulékot, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár küldi el az adatait a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, mi pedig adók módjára hajthatjuk be ezt. Ebben az évben az OEP havonta átlagosan 38 000 fő személyi adatait adta át az adóhatóságnak ellenőrzésre, akik a gyanú szerint nem fizettek TB-t.